Szavaznak a képviselők. Március 11-én több mint 20 pontot tárgyalt a Paksi városvezetés. Az ülésen ezúttal is részt vett Barnabás István, a Paksi Deák Ferenc Egyesület képviselője. Ekkor még nem tudták a teremben ülők, hogy a városvezetés tagja napokkal ezelőtt a koronavírus gocspontjának számító Olaszországban járt. Élettársa is vele utazott. Az erről szóló Facebookos bejegyzés alapján március 7-én jártak Nápolyban, de útjukról hazatérve senkinek sem szóltak. A város polgármestere szerint. Ez a viselkedés nem engedhető meg. Az operatív törzs azt a határozatot hozta, hogy amennyiben valaki Olaszországból érkezik haza, vagy a közelmúltban Olaszország Kína vagy Irán területén tartózkodott, kötelező jelleggel vonuljon karanténba 14 napra. Az ülés utáni sajtótájékoztatón is részt vett a PDF képviselője, a város vezetése állást, foglalást kért az ügy miatt a megyei kormányhivataltól. A hivatal válasza szerint március 12-e óta a Barnabás István képviselő által tanúsított magatartás szankcionálható. Szabó Péter közölte, válságstáb alakul, az ügyelezen túl kiemelten foglalkozik a város főjegyzője, a katasztrófavédelem helyi képviselője, a rendőrkapitányság, valamint a gyógyászati központ vezetője és a Paksi atomerőmű biztonsági igazgatója. Szabó Péter Paks polgármestere szerint Barnabás Istvánnak távoznia kell a közéletből. Felszólítom Barnabás István képviselő urat arra, hogy mondjon le képviselői mandátumáról. Ez a hozzáállás ugyanis elfogadhatatlan, ez a viselkedés elfogadhatatlan. Mit várhatunk el egy paksi állampolgártól együttműködés tekintetében, ha a városatják, a képviselőtestület tagjai nem tartják be szigorúan nem csak a törvényt, hanem a morális, elvárható emberi felelősségtudatos viselkedést városunkban. A gyógyászati központ vezetője szerint egyelőre nem tudni, hogy fertőző lehet-e a PDF-es képviselő, aki vele érintkezett, annak az ajánlás szerint otthon kellene maradnia.